Ünnep ez a nap a diákok, a szülők és az intézmény számára is. Így köszöntötte Kiss Ferenc intézményvezető a vendégeket a Nyíregyházi Egyetem diplomaosztóján. Az intézményben 245 hallgató tett sikeres államvizsgát a 2016-2017-es tanév téli vizsgaidőszakában. Diplomájukat 133-an vehették át. Ahhoz, hogy valaki a felsőoktatásban diplomát kapjon, ahhoz nyelvvizsga szükséges. És ez a nyelvvizsga a feltétele ahhoz, hogy megkapja a diplomát, és korábban ez országos szinten körülbelül 50% volt, amikor a hallgatók átvehették. Most örömmel mondom, hogy ezen a januári napon körülbelül 60%-a veszi át a hallgatóknak ezt a diplomát. Az ünnepélyes oklevélátadó ünnepségen az alsóbéves diákok is elköszöntek a végzősöktől. A friss diplomások közül többen is tovább tanulnak majd. Testtanuló edzőszakon végeztem, 4,25-ös átlaggal, a továbbiakban szeretnék mesterszakra jelentkezni, de sajnos még én a bolonyai rendszerbe tartoztam, ezáltal már a testtanuló edzőszakon mesterképzés itt nem indul, csak osztatlan képzésbe, így vagy Egerbe, vagy Budapesten szeretnék tovább tanulni a továbbiakban. Földrajztörténelem mesterképzésen végzek most az egyetemen, előzőleg már szereztem ugyanitt egy BA diplomát, és szeretnék Budapesten tanítani, valamint majd igazgatóként szeretnék elhelyezkedni a továbbiakban. Vizuális és környezetkultúra történelem tanár mesterszakon végeztem, jelenleg is tanítok, és folytatom is a tanulmányaimat doktori képzésben történelem szakon. A diplomaosztón 79-en alapképzésen, mintegy 50-en mesterszakon végeztek, a többi hallgató szakirányú továbbképzéseken vagy felsőoktatási szakképzésen fejezte be tanulmányait.